Vérfürdőt rendeztek egy Burkina Faso-i faluban fegyveres támadók, legalább 30 embert öltek meg hétfőn az ország keleti részén, a nigeri határnál fekvő Komandzsari tartományban. Helyszíni beszámolók szerint a dzsihadista támadók mintegy 100-an voltak. Elemzők szerint valószínűleg azért támadták meg éppen ezt a falut, mert onnan többen is jelentkeztek a Burkina Faso-i kormány önkéntes katonái közé, akiket azért toboroznak, hogy fel tudják venni a harcot az országban egyre több területet szerző dzsihadista milíciákkal. A térségben az Al-Qaida és az Iszlám Állam terrorszervezetekhez köthető csoportok tevékenykednek, amelyekkel a kormány nehezen veszi fel a harcot. A hétfői vérengzés volt az elmúlt hónapok legsúlyosabb incidense a nyugat-afrikai országban. Egy héttel ezelőtt ugyanebben a térségben fegyveres támadók két spanyol és egy ír újságírót ejtettek túszul és öltek meg.